nyárban meleg van, és nem tudok beszélni. Szóval... Sziasztok, Matilda vagyok, és tudom, hogy júliusban kicsit össze-vissza nem nagyon volt videóm, de most már majd igyekszem visszatérni a rendszeres videófelvételhez és videókészítéshez, csak a júliusom így szétesett. És most, hogy júliusnak is vége van, ideje egy újabb összefoglaló videónak, amiben elmondom, hogy milyen könyveket olvastam júliusban. Úgyhogy lássuk is! Az első könyv, amit júliusban olvastam, az Esti mesék lázadó lányoknak című könyv. Ebben a könyvben 100 nő története van röviden leírva, egy illusztrációval. Így. Igazából ez egy nagyon jó kis könyv, meg nagyon jó az ötlet is, ami alapján készült. Annyi problémám nekem volt ezzel a könyvvel, hogy hát nem tudom. Ezt szerintem egy oldalba azért, amiket ezek a nők tettek, nem nagyon lehet összefoglalni, meg nem teljesen lehet ugye hitelesen sem átadni, mert azért mégis csak egy darab oldalról beszélünk, ami nem sok. És azt sem tudom, hogy mennyire hitelesek ezek a történések. A második könyvet, mielőtt mondanám, hogy mi az, egy kicsit magyaráznám, mert azért olvastam el ezt a könyvet, mert ebben a formájában én ezt a könyvet még soha nem olvastam, ez pedig nem más, mint a saját könyvem, a Futótűz, a Csikóaki tűzben született sorozat első része, és tényleg azért olvastam el ezt a könyvet, mert már olvastam egy csomó alkalommal, amikor javítottam. Sosem olvastam ezt a nyomtatott verziót, igazából nem is tudtam még eddig, hogy mi volt a végleges verzió. Most tudtam meg először, hogy mi a teljes végleges nyomdai kiadott formátuma ennek a könyvnek, mert mikor ezt kiadtuk, akkor én egyszer elkezdtem olvasni, a feléig eljutottam, de aztán minden egyes oldalon láttam, hogy mit lehetett volna még javítani, és úgy tudom, jó, inkább nem kínzom magamat, és hagyom. Bár tényleg most főleg így 3 évre visszamenőleg nézni, hogy mit írt, hogy írtam akkor, meg mit írtam. Szóval furcsa volt. Nagyon furcsa volt. És bár tényleg tudnék ebben a könyvben egy rakadt dolgot megváltoztatni, de tényleg. Mégse tenném meg, mert ezt így írtam meg 13-14 évesen, szóval így nagyon jó az a könyv. Legalább látszódik, hogy tényleg ahogy írtam mindegyik könyvet, az előzőhöz képest mennyit fejlődtem. Úgyhogy ez tök jó dolog benne. Főnix, egy csikó, aki egy hatalmas bozótűz közepén születik meg, az anyja meghal, a ménese elmegy, és egyedül marad ott újszülöttként, és így találkozik Pamacsal, a mókussal, akivel barátok lesznek, és együtt felfedezik, hogy Főnixnek van egy különleges képessége, mégpedig képes irányítani a tüzet. És ez vezet különböző bonyodalmakhoz, és Főnix igazából próbálja elkerülni a sorsát, de a végzetével előbb vagy utóbb szembe kell nézni. És lényegében ez ennek az első kötetnek a története. A harmadik könyv, amit júliusban olvastam, az Lila Bowen-től a Wake of Vultures. Ez a könyv nagyon régóta fönn volt a várólistámon, és most ugye múlt hónapban sikerült megvennem, és most már sikerült el is olvasnom, amiért azért vagyok nagyon büszke magamra, mert egy buszon olvastam el, és régen sose tudtam se kocsival, se buszon olvasni, most meg megtanultam. A történet arról szól, hogy van Netti, és megbízzák azzal a feladattal, hogy ölje meg a kanibál baglyot. Igen, meg kell ölnie, meg kell találnia, és el kell pusztítania a kanibál baglyot. És nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jó könyv. Van benne a két ember, akit annyira sipelek. Netti, meg Dan. De ez egy nagyon jó könyv volt, és ezt csak ajánlani tudom mindenkinek, mert tényleg nagyon jó volt. A negyedik könyv, amit júliusban olvastam, a Sarah Silverwood-tól a The Double-Edged Sword. Ennek nagyon rosszul tudtam, hogy mi a sztori, vagy hát így a fülszöveg alapján nem tudtam kitalálni. Az a lényeg, hogy Finn és két barátja átmennek a Nowhere-be. Tehát a mi világunk a Somewhere, és ők átmennek a Nowhere-be, ahol meg kell oldaniuk a problémát. Hát nekem ez a könyv annyira nem tetszett. Így elkezdtem olvasni, és szerintem az első oldalon tudtam, hogy ez csak úgy elolvasom, de nem fog különösen tetszeni, nem tudom. Annyira nem tudott megfogni a történet, mert így csak így olvastam, és így... Hát jó. Az ötödik könyv, amit júliusban olvastam, egy olyan könyv, amit már nagyon régóta szerettem volna elolvasni, és ez nem más, mint a Silmarilok. Igen, elolvassam, és imádom még mindig Tolkient, és igen, nehézségeim voltak ezzel a könyvvel, mert 40 oldal után elvesztettem, hogy ki kicsoda, kinek a kije és mit csinált, és hol vagyunk, és hol nem vagyunk, és
mi történik. Lényegéből a teremtéstől kezdve harmadkorig ment a történet. Imádom. Imádom. Az utolsó könyv, amit júliusban olvastam, az Jó Katalintól a Boldogság forrása a kutya című kötet. Ezt az írónő maga küldte el nekem, ezúton is köszönöm neki. És hát ebben a történetben egy 12 éves kisfiú történetét kísérhetjük végig, aki nagyon szereti az állatokat, és kap is egy kutyát. És végül is arról szól a történet, hogy Dominik, a főszereplőnk, és a kutyája erdész végül is hogyan barátkoznak össze, és az egész történet arra koncentrál, hogy az állatokat tisztelni kell, nem elég csak így rájuk nézni, és mondani, hogy ez az állat cuki, meg megsimogatni a fejét, hanem tényleg tiszteletet kell nekik adnunk. Ja. Ezt a 6 könyvet olvastam júliusban. Ti mit olvastatok júliusban? Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal.